Kis Ferenc műgyűjtő. Gyűjteményének méretéről talán elég sokat elárul, hogy csak a Petőfi Irodalmi Múzeumban közel 70 ezer darabot helyezett letétbe. Igen, 70 ezret. Most az ő lakásában ülünk, ahol a falon festmények, az asztalon levelek pihennek. Van itt egy csomó kézirat, az egyik például Karinti, nem mondhatom el senkinek. Ez... Hát most mondjuk el. Hát igen. Úgyhogy én megkérlek szépen, hogy... Fogd hoppá, meg. Azt hittem, ez egy vitrin. Ez egy vitrin. Na jó, de hogy hozzá lehet nyúlni? De múzeumban nem hagyják. Hát ugye? Félek, hogy megfogom, és így elporlik a papír. Nem fog. Szóval ez igazi karinti kézírás. Igen. Te jó ég, ez honnan van neked? Ezt egy elég fontos gyűjtő vásárolta egy árverésen, talán 10 évvel ezelőtt, lehet, hogy még régebb óta, és ezzel a szóhasználattal élve, hogy ki muzsikáltam belőle. Hogy kell ki muzsikálni, taníts! Ha már itt a... De hogy szó szerint előtte. Muzsikáltad? Nem, szavakkal. Mert hogy tudsz muzsikálni, csak azért. És hogy kell ki muzsikálni egy karintit? Csak hogy megtanulnám. Mit kell mondani? Nagyon kell, nagyon szeretném, rajongom. Az irány az jó. Jó. Hát ha elmondanám, mindenki ezt csinálna. És neked miért kell például karinti? Vagy szóval, hogy te, neked a kézirat az, ami fontos mondjuk ebben, vagy nem tudom, a tisztelet, vagy bárkit láttál volna érdekel ennyire? Vagy... Ez egy nagyon érdekes kérdés, sokat méláztam rajta, hogy miért gyűjtök kéziratot, meg dedikált könyveket leginkább, és azért gyűjtök, mert valahogy ott érzem magam, nagyon vicces és nagyon sznob az egész gondolat, de akkor is így van, és ezt vállalom, hogy ott érzem magam, amikor született ez a darab. Tudnék, ugye ez nem egy tisztázat, ami azt jelenti, hogy leír 10 vázlatot, vagy 10-szer elkezdi, hát nem, és beírja, és utána leírja még egyszer, már szépen, és úgy adja a nyomdába. Ebben vannak javítások, ebben a kéziratban, miközben ezt is a nyomdába adta, mert ott van a nyomdajelzés, hogy ebből dolgozott a nyomdász, de ez Karintinál teljesen magától értetődő volt, hogy elég slampos volt, és nem tisztázta le. És megláttad, és azt mondtad, hogy ezt meg kell vennem. Valahogy így, nem? Annak idején, mikor volt az árverés, akkor én is licitáltam rá, és akkor azt gondoltam, hogy nem veszem meg előle. Valószínű, hogy nem is sikerült volna, tehát nem azért nem gesztust tettem, hanem azért, mert akkor még följebb ment voltam, még följebb ment volna, és akkor sem sikerült volna megvennem. Ő többet fizetett volna, viszont drágábbak lettek volna a kéziratok. Szóval, hogy ilyen nagyon okos, racionális megfontolás is van abban, hogy mit, hol kell, és mikor legyen. Szabad megvásárolni. Kell. Hát az, hogy mit, hol és mikor, az nem ennyire emiatt, hanem ténylegesen amiatt, mert ha nagyon fölmegy valaminek ára, akkor utána elő is kerül. Mert hogy ugye az, akinek a tulajdonában ilyen van, esetleg nem tudja, hogy milyen nagy érték akkor... van a tulajdonában, most hirtelen megtudja, és akkor egyrészt a piacot el is öntheti a dömping. Tehát volt már olyan, hogy árverésen nagyon sokért kelt el valami, és utána egymás után jöttek elő. Aha. Így volt ez a József Attila dedikált könyvekkel. Aha. Is annak idején, mikor az első 20 néhány ezer forintos ár megszületett, akkor utána hirtelen minden antikvárium tele lett József Attila dedikált könyvekkel. És igen. Figyelj, ezek vagyonokat érő dolgok, én nem is merek hozzájuk nyúlni. Vagyonokat érnek, nem? Amikor elkezdtem gyűjteni 1980-as évek legelején, akkor a legdrágább tétel József Attila kéziratai voltak. Hát jó, és tulajdonképpen ma se olcsó. Ezért lettem igazából József Attila gyűjtő. Nem azért, mert annyi pénzem volt, hanem azért, mert hogy egy gyűjtő mindent akar, és mindent is. Az azt jelenti hogy 4 állásom volt. Aha. A főiskola mellett. Ugye dolgoztam a Kozmosz Ipari Szövetkezetben, mint zongora készítő, mellette hangoltam, egy hangolás 1 óra 400 forint volt annak idején. Mellette a balettintézetben zongoráztam a növendékeknek, és mellette a Spartakus Sportegyesületben az RSG-seknek, tehát a ritmikus sportgimnasztikásoknak, amiért kaptam
Azt hiszem 45 forintos óra bért. Oh. És amellett dolgoztam a Bródy Sándor utcában a rádióban, mint forgató. Ma már szinte senki nem tudja Weisz Gáboron kívül, hogy mi az a forgató. Még Orsó, ezt el kell mondani, hát, hogy mi az, hogy forgató. Így van, és be kellett állni a zene indulásához gyors tekerésbe. Élő adásban mondjuk a Bartókon. Uh-huh. És volt rá fél percet, hogy eljussál, mit tudom én, a Beethoven szimfónia expozíciójáig, a második tétel expozíciójáig. És ugye, amit ezen a pénzen kerestem, nagyon sok szünet volt az adások között, hazamenni nem volt értelme, ezért a Múzeum körúton volt az összes antikvárium, és én a központi antikváriumban betévedtem, de a szószoros értelmében, hát könyveket mindig szerettem. És ott volt egy becsüs, aki elkezdett velem beszélgetni, most halt meg, nem olyan rég szegény, és azt mondta, hogy mindennek szabott ára van, de ez egy nagyon jó pénzkereseti lehetőség lehetne nekem, még amellett, hogy azt csinálom, amit csinálok, tehát hogy zenével foglalkozom, de látja, hogy sok minden egyebet is. Tehát, hogy venni és eladni? Venni és eladni, mivel a dedikált könyveknek és a kéziratoknak nincsen szabott ára a piacon. Igen, hát világos. Az összes többinek volt. Tehát volt egy fekete könyv, az Állami Könyvterjesztő Vállalat irány árjegyzéke, így hívták, ez volt a neve, hogy irány árjegyzéke, amiben benne volt, hogy mit tudom én, Malonyai Dezső 5 kötetes magyar nép művészete 5000 forint. Tért lehet adni maximum. Jó, világos, de ha már dedikált, onnantól kezdve minden érvényes. Így van. És így akkor kezdtem. Tulajdonképpen ezért kezdted? Ezért. Tehát ez egy pénzkereseti lehetőség. De azért nálad ragadtak. Nagyon-nagyon sok minden nálam ragadt, és nagyon sok minden nem. Tehát amikor elvégeztem a főiskolát, akkor minden, a teljes gyűjtemény az a Széchenyi könyvtárba került, és ők vásárolták meg. És azt hittem, hogy soha az életben többet nem fogok kéziratra rá se nézni, mert hogy innentől én a Frankfurti Rádiónak vagyok az zongoristáját. Csodálatos dolog is. És akkor egy év múlva volt egy balesetem a kezemmel, és fémek vannak a kezemben, tehát nem tudok már úgy zongorázni, ahogy annak idején, vagy még úgyse, inkább így mondom. És ezért ki kellett találnom, hogy mit csinálok, mivel fogok foglalkozni, és választhattam, hogy vagy beülök Münchenbe egy kottaboltba eladónak, vagy kitalálom, hogy akkor én árveréseket csinálok Münchenbe.